Úgy, hogy van egy cigit? Hogyne lenne? Köszike. És egy gyógytód, mint féletlen? Ma már legalább négyen jöttek ide ezzel a foglalkozással. Ötödikét igazán előrukkolhattál volna valami eredetivel. Nem eszem el a pizza szélét. Hogy mi? Hát, nincs benne semmi pláne. Száraz és üres. És az hogy jön ide? Hát te mondtad, hogy rukkoljak elő valami eredetivel. Igen, valami eredetivel, nem ilyen random fassággal. Gondoltam, jobb előre tisztázni az ilyen idegesítő tulajdonságokat. Aj, hogyha erről van szó, akkor például... Soha nem csavarod rá a fokrémre a tetejét. Gyenge. Soha nem mosogatok el, mindig a lakótársam csinálja meg helyettem. Igen, mindig benne hagyom a lefolyóban a hajszálaimat. Az még annyira nem is gázni, én mindig belegyőzök a kárton, amikor zuhanyozok, szóval... Ennél undig már nem igen látsz. Szerencsét, hogy ilyen lehengerlő a személyiséget, különben ez tényleg elég mutorító lenne. Kérsz még valamit inni? Nem tudom, elég ilyen, soha nem tudok tenni, de köszönöm. Ez lesz szerencsét, mert én meg utálom, hogyha valami nem úgy működik, mint ahogy én szeretném, szóval ez úgy tűnik, hogy legalább működik köztünk. Soha nem csinálom le a WC papírt, miután elfogyasztam. Azt én se, arra valók a lakótársra. Én nagyon sokszor mocsok részleten jövök haza, és aztán otthon mindent összehányom. És ez ma is elég fog fordulni? Utálom az olyan emberek társaságát, akik magabiztosak a bőrükben, meg így nyújjátszik magukat, mert egyszerűen kisebbségi komplexusomban tűnök, és ettől teljesen kiborulok. Az faszom. Te vagy a legszebb ember, kivel valahol találkoztam. Köszönöm szépen, te is elég kiállhatatlan vagy. Jó, ez a legrosszabb, de szinte az összes barátomat megcsaltam. Én pedig megütöttem a volt barátnőmet. Megeszem a holdat, a zsebembe rakom, a cikim gyúrom, egy rokkant vas beton teraszon a kalapom, pont a kobakomra fújja fel a szél.